Odalán van valami gépezetecske. Hát nem tudom. Vigyázzat X vagy élet nyíltnek, használt a tilos szigetelés nélkül, illetve még használt a tilos. Jó. Akkor... Igen. Igen. Mi van? Valahol egy Rudi van. Ide föl nem tud jönni. Aha. Szia Rudikám, mit forgatsz abban a ronda dagadt fejedben? Te hallod, neked a múltkor sem lett egyet baszva a főnököttől, amikor két lábon merészelt a járkány, úgyhogy inkább menj vissza a négy kézlábra. Hm? Úgy hozzád vágnám ezt a hordót, hallod? Te itt örködsz? Basszus, itt... Ja, ha biztos, nekem arra kell majd átmenni. Hát ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Azért hasznos volt fölmászni a létrára, legalább tudtam. Tudom, hogy most már van itt egy... Egy... Várja csak! Nyílt láng. Irányítsuk ezt rá szépen, csak valami... Arra ott. Ez az. Meneküljek? Túl magas lett a izé? Mindjárt visszamenekülök a Rudihoz. Futás! Futás! Gyerünk, 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 gyerünk! Rudi! Na? Jó ez valamire egyáltalán? Amit felírtunk. Ezeknek az elektromos dolgoknak az érintése halálos lehet. Össze kell zavarnom a gépet és elárasztani a rendszert. Ezúttal nem szennyvízzel, hanem forrásban lévő szikrázó folyékony halállal. Lehet, hogy van még ilyen? Vagy ez csak... Várnom kell türelmesen, amíg... Hogyha itt kifolyik a víz, akkor a Rudi gyerek el lesz öntve. És megdöglik. Na Rudikám. Ideje, hogy most én öljelek meg téged. Adok bőven annak a... X vegyszernek. Vagy csak ennyit tudok csinálni? Nem, mondjuk ez tényleg nem lenne elég. Keresünk még. Na. Legalább a létrem el tudok menekülni előtt, ha jönne valamerről. Ah, Istenem. Már megint blabla. Free to ascend a smoke to the stars. And the good. The word. How will we save them? Hagyjál már. Ezt én nem nyomom még meg. Show me these good. I do not see them. Nem tetszik ez a hely túlságosan. Belsőség feldolgozó. Na, ne akadozz. Aha, jó. Gondolom ezzel nyithatjuk meg a többi kapuját, csak ez nyitja. Viszont az meg a Rudihoz vezet. Hát akkor mi nem erre megyünk, hanem... Hanem a hűtőtartályokhoz. Jöjj, de szép hely ez. Gyönyörű. Gyönyörű. X-vegyület. Hol az X? Áááá! Ott alattunk, tele minden vele, szuper! És egy fejezés. Ez a vacak födött az X-vegyület, ez az egész szörnyűség artériás vére. Felforralva ez termeli a gőzt a dugattyúk meghajtásához, de itt hideg van, és az alkatrészek között folyva hűti azokat. Hogy lehet, minél mélyebbre megyek, annál hűvösebb lesz. Mi generál akkor a hőt, hogy a gépnek vér és ürülék koktéljával kell csillapítania? Foly. Foly, ez csúnyán hangzik. És sötét van. Miért érzem magam, mintha alacsonyan mennék? Pedig most guggolok, és most nem. Tök fura ez a kameraszög. Na, szabotáljunk. Ott a darálógép! Ide dobálják be a kis Rudik. Várj, ez csak az a X vegyszer. És megint felírt valamit. Úgy érzem, hogy az alkalom az első csapáshoz. Ha egy elég nagy tárgyal megakasztom a fogaskerekeket, megakad a hűtőfolyadék áramlása, a nyomás keletkezik, ami eltöri a csöveket és szétrepeszi a tartályokat. Hát akkor... Nézzük, mit tudunk tönk... Egy feljegyzés? Felfelé ágyba! Ágyba!
Fetrengeketek a dagat hasatokon, párosodjatok és hányjátok le a sezlont, a baldahinos ágyat vagy az öltözőasztalt. Végül beledőltök a puha matracba részegen, bedrogozva, kövéren, bután és érzéketlenül. És pattanjatok a csapdába, embermalackák, pattanjatok a csapdába. Egy kar meghúzásával egy sor hidraulikus dugattyú és szerelvény indul be, így három acélrudakból álló fal ereszkedik le a mennyezetről, a baldahinon át ketrezve zárva az ágyon a terméket, megakadályozza a menekülését, aztán az egész ágyat hátradönti a falba egy erős rugószerkezet, amelyet szintén hidraulika mozgat. Ehhez a rendszerhez a nyomás a vákumos kizsigerelő rendszer mellékterméke, amit a gyártósor másik részén használunk tömeggyártásra. Így létrehoztuk a saját palackozott forradalmunkat, a tömegek mozgalma következménye gazdagok kiirtásának. Ezt az ilyen ágyat láttuk még a játék legelején. ECDC! Van humor a készítőknek. Na. Ide kell valami? Nem. Nyom. Ó, elbírjuk mi ezt? Hoppá, valamit. Valamit műveltünk. Sikerült tönkre vágni? Le kell nekem ide másznom, biztos? Miért? Nem akarok. Nem. Nem nagyon... Nincs sok kedvem hozzá. Egyébként tényleg mi a francia jöttem ide le? Innen jobban látszik a beszorult szarság, vagy mi? Akkor menjünk visszafele, bár biztos lesz valami kis kellemes. A biztonság kedvéért még egyet. Leküldök ajándékba. Már ha le akar menni. Na, légy szíves. Takarodjál. Na jó, ez a csávó gyenge. Folyik a X trucsmó. Itt eléggé folyik. Várjuk csak, az nem jó, mert akkor... Ajaj. Ebbe én nekem bele se kéne mennem, ugye? Jaj, kijárat még hozzá, kurva gyorsan. Így ne. Hogy tudok tovább? Nézzük csak meg itt mi van. Ennek mintha még ki kéne valahogy így folynia innen, hogy... itt már tele van minden X-trutyival. Viszont ez még nem folyt ki. Na most még téged is írtsunk ki. Aha, hogy az elektromosának el kell érje az X-vegyületet. Szuper, na nézzük Rudival mi van. Rudi már nincs itt, legalábbis... De még itt van, csak már úgy... Nem kifejezetten él. Lehet, hogy most nyírta ki az elektromosság. Akkor viszont mi nem fogunk tudni átmenni, úgyhogy... Akkor ezt most hagyjuk is abba. És próbáljunk meg átmenni. Rudi mellett. Már hagyatán tudunk, mert... Az ajtót nem tudom, hogy lehet kinyitni, mert ez itt nem engedi. Az világos. Ez nagyon nincs nyitva. Várjál! Aha! Itt egy nyitó. Egy nyitó, ami bedöglött. Jaj, de jó. Na jó, akkor... ott már nem hiszem, hogy bármi dolgunk lenne. De itt sincsen. Na. Hát... Valami... Ugorjak le föntről, vagy és mit akar ez tőlem? Nem, mert akkor fejest ugrok. Ezen nem újjon. Már megyek is. Jéj! Bleh! Platsz. A Rudi már úgyse tud ártani. Na szevasz, Rudikám! De itt van a szeme. Nyugodj békében. Na. Ehem. Ez itt a hűtőszivattyúk, ez itt a gyújtógyertyáj. Most mindennel játszhatunk, királyság. A hiúság botja. Nem mindent basszunk el. Jó. Biztos valami jót csináltunk.
Káoszt. He? Igen. Jaj, már elektromosság rázza, akkor nem kéne hozzányúlni mi. Na még ezt. Valami nagyon nem lesz ez így jó. Na még egyet. Jaj, de jó játék, ezt szerettek rongálni. Nekünk így eléggé fájni fog, és így meg fogunk halni, nem? Egy picit. I know you, machine. I know what you fear. Oké, kinyílt az ajtó. I will rain excrement into your very soul. I will destroy you. You are too late, Mandus. My great works are almost begun. Föl az dobozra gyorsan, mert végén még Rudik kapunk a nyakunkba. Na mindegy, szóval egy Rudi meghót. És mostantól figyeljük a lámpát erősen. Ez bezárult, az is bezárult. Az kinyílt. Kettő is kinyílt. Na melyikkel kezdjük? Itt van egy feljegyzés. És ne pazarolj, ne akarj, mert itt a válogatott mocskot és belsőségeket átszűrik és kiválogatják, és több csatornán keresztül kerülnek a világba, mint amennyit bárki el tud képzelni. A termék átmegy a gépezetnek ezen a részén, és keresztül halad a pengén, amely két részre bontja, hogy kész legyen a hentes részlegre. A köztes állapotban a ház alatti fogyasztócsarnokban tartjuk, és a hűtési folyamat során természetes módon képződött hőt ezeknek a termeknek a csöveibe és nyílásába vezetjük, és ez az oka annak, barátom, hogy ingben és menében ülhetünk itt kabát nélkül ezen a fagyos téli estén, anélkül, hogy tűz égne a kályhában, és így beszélgethetünk itt a vállalatról. A gyomrunkban és a lábujjainkban lévő melegség azoknak a gyomroknak és lábujjaknak köszönhető, amelyek épp most is a gőzön, tűzön és pengéken haladnak keresztül a lábunk alatt. Fincsi. Na jó, most jön a fekete leves, gondolom. Nézzük. Itt volt a belsőség feldolgozó, egy kis ilyen cuki hely. Ah, gyönyörű. Sprint. Nem üdössem. Ez vér. Hát ez vér, ez vér. Vérfürdő. Hé? Mi ez a zene? Valahol... van valami... Áááá! Hogy itt vagy. Én meg beszartam. Onnan nem fogsz kijönni, igaz-e? Az egyik alszik, a másik meg építő kockával játszik már megint. Elhagy azokat a templomokat, azt a rakás követ a rododendronok alatt. Ártatlanok koponyája a laza göröngyök alatt. Fej nélküli bordák a hideg kőben az oltárok mögött 3000 mérföld távolságra. Visszanézem az eddig életem, eső folyik az ősi kőzet repedéseibe. A mérgek már ebben a nedvességben is benne vannak, ebben a zuhogó vízben. Csapkodok, öklendezem és belehányok a mosdóba. Mindkét kezemmel kapaszkodom a tálba és vámulok. Aztán a lefolyóban kristály tisztán megjelenik egy játékgerinc, óramű és bonyolult, mint a gyerekgerince, de óramű. Hogy lehet ez? Hogy lehet egy gyerekgerince olyan, mint egy óramű? Óvatosan megmostam és feltettem a kandallópárkányra a tojás mellé, amit magam raktam a kert alá, ahol a gyerekek koponyái vannak eltemetve. Az én Mexikómnak hívom. Zseniális. Na, mindegy, szóval miattad villog a lámpa. Ennek kifejezetten örülök, hogy ott vagy és nem itt. Hát ez nem tudom, de lehet jobb, ha nem tudjuk, meg ez is. Á, megint lejjebb. Már most is egy feljegyzés a létrán. Én nem tudom megnyitni. Te komoly lenn? Már ha valaha is leérünk. Na, talán ez itt már az alja lesz. Remélem csak egy irányba van. I am here again, at the foot of those stairs. Aha. Jó. Towards the red light of the nursery. Sunset in the window like a bleeding sky. The horizon a slit throat. The seeping dark to drain the guilt from us. I am the jaguar-faced man. I am the feathered serpent. This priesthood is mine. Aha.
Érdekes szöveg, na, mit írt föl? Most már kritikus sérülés érte, ebben biztos vagyok. Nem gúnyolódik többet. Érzem, ahogy remek körülöttem, sebzett állatként lapulva a földre. Érzem, hogy fél tőlem, és annál inkább gyűlölöm, ahogy magamat is gyűlölöm, hogy szabadon engedtem. Vértől lüktet a fejem, vacognak a fogaim, láztól égek és öklendezem. A halál angyala vagyok, alászlálva, hogy megfojtsam az első szülöttet, az utána jövő kettő haláláért. Oké. Megint vér. Akkor itt ez mi? Itt nincs is semmi? Á, ott egy en... Ott egy haver. Zabál. Ti vagytok, akiket az előbb láttam? Vagy ti... Nem, ezek másikok. És ott folyik le egy nagy vérzuhatok, tök jó. Embert eszel? Milyen bunkó vagy, meg se kínálsz. Rudikáim. Már gyomorom felfordult tőletek. De nyerő hely. Your great engineer, how marvelous. I must say, Mr. Manders, my excitement is almost unseemly. Yes, I can see that. Megint ez a gyaloglás, és ott a felső végén, mintha már megint a két kölköt látnám. Mi ez? Manders, where the devil are you? I can't see a damn thing. Manders! Én se látok semmit. Na, maradjátok meg. Á, jó van. Mi mind disznók vagyunk. Te vagy a disznó. Szép vérpocsolya. Nyam nyam. Jaj. Fúj. Nem akarok véres lenni. Kisfiaim! Már megint ti? Nem unjátok még ezt? Megint. Istenem, mindig ezt a szép kihúzogatást játszátok? Apátokkal? Nem szégyeljétek magatokat? He? Mi? Most meg a vérbe vagyok? Éljem. Megint teleportálódtam, vagy ilyenkor mit csinál ez a csávó? I climb in stillness now. Blue water runs in my veins, now I am clean. Nem kék víz fut az eredbe itt, hanem vér, baszki. This factory, the bowl of this mill. I am come to collect you from your fields and your furnaces. I will gather you into the white cloud. Minden tiszta vér. Mekkora sodrása van a vérnek. And I will take you home. Eddig a szarba mászkáltunk egyfolytában, most meg a vérbe. Szar és vér, hát nagyon jó. Nem, már ott vannak a kölykök meg én? Vagy az ott mi? Egy vérrel teli csarnok, akkor biztos van rohadék is, ugye? Vízi rohadék, nem? Vagy véri rohadék? Véres rohadék? Hullák? De jó. De jó. Jaj, de jó. Fincsi. Nyami. Nagyszerű. Na végre. Elég volt ebből a helyből. Haladjunk innét. Minden tiszta vér volt. Mindig a szarba meg a vérbe kell mászkálni. És már legyen van a szarba nyúkálástól. Na, mi jöhet most? No. Úristen, mi a zene? Felhajtják a fájtlat, a mennyasszony vár. Terelj össze néhány árvát, és a világ hálás lesz neked. Tüntess el egy utcalányt és egy úriember köszönetet mond érte. Szemelj ki egy koldust, és egy hölgy újra biztonságban sétálhat. Ezt már olvastuk korábban egy feljegyzésben. Sejtelmes egy zene ez. Tehát már most a betöltés alatt. Bogasrekek. Készen vannak, blablabla. Hamarosan kijöntem a kékküzetés, kettőestem a tojás, nagyszerű. Blablabla. Már megint a liftbe kezdünk. Miért mindig liftbe kezdünk? Mint hogyha ez ilyen logikus része lenne egy betöltő képernyő után, hogy liftezünk. Mindjárt most már eléggé a egekben van a vérnyomásom, meg minden. Eléggé kiizgultam magam a szemára. Úgyhogy mindjárt ránézek erre az új területre, és hogyha nagyon nem tetszik, akkor az majd legközelebb, és... És az az igazság, hogy... Aha... Igen... Úristen, mi ez a zene?
Na, ez a hely nagyon nem tetszik. Úgyhogy akkor azt hiszem, hogy itt fejezem be mára, és akkor legközelebb innen fogjuk folytatni. Remélem mindenkinek tetszett a videó, meg az előző részek. Ne felejtsetek el lájkolni, feliratkozni és kommentálni a Wheels on the Roof-ra. És akkor nem sokára visszatérek, most már szerintem a következő alkalommal, hát nem tudom, megpróbálom most már végigcsinálni, most már valószínűleg nincs olyan sok belőle hátra. Úgyhogy addig is minden jót, és sziasztok! Oh,